estét kívánok, köszöntöm Önöket! Kedves nézőink, mai műsorunk első vendége Dudás Róbert országgyűlési képviselő, akit szeretettel köszöntök. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, képviselő úr. A nézőket! És az apropója, amiért itt van a stúdióban, az az, hogy a Jobbik bejelentette, hogy Ön hivatalosan indul a Heves megyei 2. számú választókörzetben. Jelenleg még az előválasztáson, ami a tervek szerint valamikor ősszel lesz, szeptember-október folyamán. Hát akkor kezdjük talán a beszélgetést ezzel. Most ugye április közepe vége van, és a megyében egyedül Önt jelentették be, ami azt jelenti, hogy még Egerben, 60-ban még nincsen az előválasztáson a Jobbiknak jelöltje. Ez azt jelenti, hogy a megyében Ön a legerősebb ember, vagy még nem találtak a másik két választókörzetben megfelelő jelöltet? Hát eljutottunk oda, hogy a gyöngyösi körzetben az én bejelentésem megtörtént. Mind az egri, mind a 60-i körzet kapcsán pedig a jövőben ki fog derülni, nagyon rövid időn belül ki fog derülni, hogy a Jobbik indít az előválasztási jelöltet, avagy sem. Hát ugye itt azért majd lesznek pártok, mert ebben a csoportban a Jobbik, mint jobboldali párt szerepel, de hát baloldali koalíciónak nevezik egyébként, és hát baloldali liberális pártok alkotják a többségét. Tehát fel lehetne sorolni, hogy DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd, és még nem tudom kik. Milyen esélyekkel indul Ön? Hogy látja? Én köszönöm, hogy így vezette ezt föl, hogy a Jobbik jobboldali pártként vesz részt az előválasztásban, ez nagyon fontos. A Jobbik az összellenzéki, összefogás egyedüli jobboldali pártjaként van jelen a palettán. Az, hogy milyen esélyekkel indulok, én az előző, talán tavaly novemberben voltam itt Önöknél, akkor is elmondtam, hogy amennyiben lehetőséget kapok, akkor nagyon szívesen megméretem magam az előválasztáson, majd ha sikerre veszem ezt az akadályt, akkor a választáson, és szeretném képviselni ezt a körzetet azért, mert itt élek. Nagyon sok felszólalásomban elmondtam, hogy Budapestről a vidéket, a vidék problémáját nem lehet látni. De egyébként nem csak Budapestről, mert azért, bár nem kellene, hogy így legyen, de tényleg, mintha egy világok választanának a budapesti valóságtól a vidéki valóságot, majd valószínűleg ez több téma kapcsán is elő fog jönni, föl fog merülni, de még akár a megye más pontjairól sem, más városaiból, a megyeszékhelyről sem lehet ezeket látni. Az itt kell élni. Itt kell élni minden nap. Találkozni kell azokkal az előnyökkel, azokkal a hátrányokkal, azokkal a problémákkal, mert akkor tudja, ha saját bőrén érzi az ember azt, hogy mire van szüksége a körzetnek, már pedig ha körzetről beszélünk, akkor óriási körzettel állunk szemben, hiszen 56 település nagyon nagy kiterjedéssel, és teljesen elkülönül a Mátrában való tennivaló, a Pétervására, vagy a Szilvásvára, vagy Bélapánt falva környékén való tennivalóktól. Szeptemberben ki fog derülni, hogy mi lesz az eredmény. Ami nagyon fontos, és szeretnék megemlíteni, első olyan lehetőség ez az előválasztás, amikor az emberekre, a választópolgárokra bízzuk azt, hogy kit szeretnének jelöltként. Nem az lesz, mint mondjuk még 2018-ban is, hogy esetleg nagyon sokan szerettek volna kormányváltást, de volt 5-6, most a kis kamupártokról nem beszélnék, de volt 5-6 olyan párt, aki indított jelöltet. Ezért megoszlottak a szavazatok, és ha elmondhatom, személyes véleményem az egyébként, mert 18-ban is kellett volna egyfajta koordináció, nem is 106-ban, de egyfajta koordináció kellett volna. Most ezt megadjuk az embereknek, és bízunk benne, hogy egy személy, és nem több párt részéről, tehát kis pártok, vagy civilek, vagy bárki még. Az a lényeg, hogy az az egy személy álljon kormánypárti jelöltel jövő áprilisban majd a szavazólapon egyedül szembe, akit az előválasztáson a választók saját maguk győztesként hoznak ki. Mi a választásnak a tétje túl most az előválasztáson? Mert az egyszerűség kedvéért elkövetkezőkben nevezzük ezt az ellenzéki összefogásnak, amelynek Ön is részese, tagja. Mi történik akkor, ha tovább folytatódik a jelenlegi kormányzás? Milyen buktatói vannak ennek, és mit várhatnak az emberek Önöktől? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meghallották az ellenzéki pártok a választók akaratát, összefogás, és összefogtak. Sok emberben esetlegesen vannak kétségek, hogy hogyan tudnak majd ezek a pártok együtt dolgozni. Most azért szeretném elmondani, hogy bár világok választanak el akár,
Ugyanakkor viszont a közös cél érdekében, és a közös cél nem pusztán az, hogy kormányváltás legyen, hanem hogy megteremtsünk egy ténylegesen valóban demokratikus jogállam alapjait lefektessük, és elinduljunk végre abba az irányba, amin egy darabig talán volt Magyarország, csak onnan kisiklott ez az egész. Ennek egyik nagyon fontos sarokköve a közös programalkotás. Tehát itt, és én azt gondolom, hogy ez jól mutatja, hogy ezek az ellenzéki pártok tényleg tudnak együttműködni. Szakmailag. Szakmai vita folyik. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik párt mond valamit, a másik elfogadja, és egyébként ezt hiányzik a parlamentből. Ha ezt be lehetne ültetni, a jelenlegi ellenzéki pártok közötti diskurzust át lehetne vinni a politikába, a jelenlegi politikai kultúrába, parlamenti kultúrába, akkor az nagyon-nagyon sokat jelentene az ország számára, mert érdemi vita folyik. Majd a közös diskurzus kapcsán kialakul egy konklúzió, és konstruktívan úgy állnak hozzá a pártok, hogy azt elfogadják. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy visszaadni az embereknek a demokráciába, jogállamiságba vetett hitüket, amit sajnos az elmúlt években, egyébként a mai nap is, illetve a honlapi nap is lesznek olyan szavazások, amik rendkívüli módon csorbították ezt. Persze, erre ki fogunk még térni, és hogyha a demokráciát említette, akkor említsük meg ennek az ellenkezőjét, hiszen nyilatkozatában nem régen volt egy olyan kifejezés, amikor a diktatúra szót használta a jelenlegi kormányra, illetve kormányzatra. Ezt mennyire lehet komolyan venni? Mert hát az emberek azért nem indulnak be önmagába véve arra a szóra, hogy diktatúra. Tehát mennyire súlyos a helyzet? Mennyire látja súlyosnak a helyzet? Hát Gulyás Gergő azt mondta, hogy példaértékű demokrácia van Magyarországon. Tényleg példaértékű, csak én azt gondolom, hogy nem a pozitív irányba példaértékű. Nagyon érdekes a kormány magatartása olyan szempontból, hogy 11 év kormányzás után, 11 év kétharmados kormányzás után. Úgyhogy az utolsó egy év az különleges jogrendben telt. Tehát senki, nemhogy az ellenzék, még a saját képviselőjük sem feltétlenül szóltak bele, a kormány önmaga döntött. És még így is folyamatosan a visszamutogatás megy, és az ellenség képkeresés. Ez a munkájuk hatékonyságára, én azt gondolom, nagyon jó bizonyíték, sajnos. Ami a diktatúrát illeti, minden egyes döntés saját maguk irányába történik. Egyetlen egy logika van, politikai logika és pártlogika. Mai nap például, ha ezt most idehozhatom, az egyetemek magánalapítványokba való kiszervezése történik meg. Tehát amúgy egyébként ez jól mutatja, hogy nagy valószínűség szerint a 2022-es választástól tart a kormánypárt, és úgy gondolja, hogy ezeket a eddig közvagyonokat most kiszervezik magánvagyonokká. 1500-2000 milliárd forintról beszélünk, tehát olyan összegről, amit nehéz egyébként józanul elképzelni, hogy milyen összegekről van szó. Saját kurátorokat neveznek ki, akik 80 éves korukig nem elmozdíthatók, és ehhez a vagyonhoz, ami eddig közvagyon volt, most magánvagyon lesz, magánalapítványi vagyon lesz, tehát nem fog senki hozzáférni. Adtunk be több módosítót ehhez a területhez, mindet lesöpörték, például azt, hogy az egyetem szenátusa véleményezhesse azokat a döntéseket, amit majd a kuratóriumhoz. Tehát kapjanak egy szakmai véleményt. Egyébként ez nagyon nagy probléma, hogy a döntéseknél sok mindent figyelmen kívül hagynak, és ez is a diktatúra egyik jellemzője, a szakemberek véleményét legfőképp félresöplik, vagy meg sem hallgatják. Illetve, hogy az egyetem szenátusa egy tagot delegálhasson ebbe minimum. Ami azért nem borította volna fel a szavazási arányokat, de legalább legyen ott egy szakember közöttük. Semmi. Igen. Na most többféle verzió van. Egy Heves megyében élő politológus, politikai elemző Elek István írta nemrégiben a hvg.hu-n, hogy megvalósult a közhatalom kizárólagos birtoklása, végbe ment az alkotmány ellenes lopakodó államcsíny. Most ő úgy folytatja ezt a mondatot, hogy épp ezért akár a kétharmad nélküli új kormány is jogosult lehet arra, hogy esetleg ezeket a változásokat, amelyek az elmúlt 11 évben történtek, visszacsinálja. Erre ön lát lehetőséget, vagy
a parlamentben ellenzéki politikusok beszélnek arról, hogy jó, rendben van, mi van, ha győzünk, de nem kétharmaddal, hanem egy sima többséggel. És ott van az úgynevezett párhuzamos állam, ugye ezt a kifejezést is használják most már. Értem, és teljesen jogos ez a felvetés egyébként, mert számos olyan jogszabályról beszélünk, akár választási törvényről is, nagyon sokat lehetne sorolni, aminek a megváltoztatásához minimum kétharmad kell. Hát én azt gondolom, hogy az akarat és a szándék az megvan az ellenzéki pártokban. Tehát ezeket véghez kell vinni. Véghez kell vinni, vissza kell tényleg adni. Az embereknek a politikába vetett bizalmat, az is ugye teljes mértékben megszüntették, ami egyébként nem véletlen, hiszen úgy a jó, hogyha a politikusokat, illetve a magára a politikára negatív szereplőként és negatív tényként tekintenek az emberek, az ő szavazóik elmennek, a másik oldalról minél kevesebben menjenek el. Nehéz dolog lesz, én azt gondolom, ami a legfontosabb, hogy szándék megvan, hogy egy sima győzelem lesz, ha most mondhatom így, avagy kétharmados. Természetesen ez befolyásolja majd azt, hogy eleve milyen jogosítványok lesznek a megalakulandó kormány kezében, de ez még ez egy távlati dolog, jussunk el oda, én biztos vagyok benne, hogy lesz rá, szándék megvan, és az akarat is, és lesz rá lehetőség is, jogi lehetőség is arra, hogyha szépen lassan, és azért azt nem szabad várni, hogy mondjuk egy-két hét alatt, vagy egy-két hónap alatt visszavillenjünk oda, honnan kisiklott ez az egész rendszer. Az, hogy viszont ezt elindítsuk, azt mindenképp meg kell tenni, és ez meg is fog valósulni 2022 után. Ellenzéki politikusként mennyire voltak korlátozottak a lehetőségei önnek és társainak? Hát talán az egész adás is kevés lenne, hogy ezt így elmondjam, hogy mennyire voltak korlátozottak, és egyébként mennyire felháborító ez a korlátozás. Azt is megmondom, hogy mire gondolok. Ha bead az ember egy költségvetési módosítót, holnap is lesz egy olyan téma, ami kapcsán szavazunk, és a tavalyi évben adtam be költségvetési módosítót ehhez a területhez. Lesöpörték, majd most behozza az idén a kormány, és megszavazzuk. Maximálisan mellé fogunk állni. Nem erről van szó. Tehát lényegében ugyanazt hozza. Ugyanaz, természetesen. Konkrétan az, hogy több forrás biztosítson a kormány, a pszichotróp anyagok, a tudatmódosító szerek elleni védekezés kapcsán. Tehát védjük meg a családokat, a személyeket, védjük meg a gyermekeket, mert egyre szélesebb körben terjed ez a dolog. Tehát fordítson a kormány erre nagyobb összeget. Lesöpörték ezt a törvény költségvetési módosítómat, majd holnap szavazunk róla, hogy egyébként milyen szigorítások lesznek. Maximálisan meg fogjuk szavazni. A múlt hét, két hete volt az általános vitája ennek a kérdésnek. Elmondtam ott az államtitkár asszonynak, hogy örömmel, sajnos, hogy foglalkoznunk kell ilyen területtel, de örömmel meg fogjuk szavazni. Csak hallják már meg néha az ellenzéknek is a szavát és a hangját, mert nem biztos, hogy rosszat mond. Hát vannak olyan témák, amelyeket már többször végigvitt, illetve felvetett a parlamentben, tehát fel is szólalt ezek ügyében. Ilyen volt például a Kálvária parti általános iskola, igen, ami most megint előjött. Tehát mi a probléma? Miért nem lehet a dolgokat a helyükön kezelni és megoldani? Hát ez egy jó kérdés. Én ezt többször feltettem írásban és szóban is egyébként a tegnap este, késő este, mondhatni már éjszaka szólaltam föl legutóbb ebben a kérdésben. Több kérdésben, de ez volt az egyik. Közel egy éve kezdtem el ezzel a kérdéssel foglalkozni, helyi megkeresésre. Én elmentem, megnéztem, felhívtam a minisztérium figyelmét, felhívtam a tankerület figyelmét, hogy mire, milyen problémák vannak. Egyetlen egy dolgot kértem, jöjjenek le és nézzék meg. Ha ők tájékozódtak és azt mondják, hogy itt minden rendben van, akkor én el fogom fogadni. Nem fogják ők sem azt mondani. De amikor, talán úgy kezdtem az elején, hogy Budapestről nem lehet látni a vidék problémáit. Na most a minisztérium szép kis íróasztala mellől válaszolni nekem egyébként egy olyan pontatlanságot, amiben még az évszámok sem stimmeltek, az viszont azért felháborító. Le kellene jönni, meg kellene nézni. Tegnap úgy zártam valahogy a felszólalásomat, hogy biztos vagyok benne, hogy meg lesz ennek a hozadéka és meg lesz a gyümölcse. A felszólalásoknak, a írásbeli kérdésnek, a költségvetési módosítónak, mert többször beadtuk már egyébként ezt is költségvetési módosítóként.
előbb-utóbb meg lesz, mert biztos vagyok benne, hogy valamikor célt ér, mert meggyőződésem, hogy egy vidéki gyermek is ér annyit, mint egy budapesti, és egy vidéki gyermeket is meg kell, hogy illessen az, ami egy budapestit alapból megillet. És akkor, ha megengedi, még azt elmondanám, 3 hét múlva kezdődik a 2022-es év központi költségvetésének a tárgyalása. Tehát ezek a kérdések, akár a Kálvária parti általános iskola kérdése, az Elkerülő út kérdése, számos olyan dolog, térfigyelő kamerák kérdése egy Gyöngyösön, illetve természetesen a Mátra másik oldalán, ott rengeteg út probléma van, és útfelújítási, útépítési kérdés. Ez mind-mind menni fog részemről költségvetési módosítóként. Elsőként jelentkezett be Magyarország az Európai Unió által nyújtandó segítségi alapra, hogy egyébként kérjük azt a több ezer milliárd forintot, tehát lesz lehetőség és keret. Egyébként az akarat hiányzik. Tehát az akarat, a keret megvan, meg lesz. És ha az akarattal is párosul majd még, akkor itt azért csodákat lehet tenni. Mert az akarat ne abba az irányba menjen el, hogy látványberuházásokra egyet kiemelnék, többet is tudnék, de egyet kiemelnék. Vadászvilágkiállítást rendez Magyarország. 67 milliárd forintból fogjuk ezt megvalósítani, úgyhogy több tíz tonnás agancsokból készült, sok 10 millió forintba kerülő kaput készítenek, amin mennek majd be a vendégek. Én örülök neki, hogyha olyan rendezvényt csinálunk, amire eljönnek nemzetközi szintről emberek, majd megelégedve mennek haza, ez nagyon fontos. De jelen helyzetben még véletlenül se ez a legfontosabb. Amikor a járványhelyzetben az emberek elvesztik a munkájukat, családok kerülnek kilátástalan helyzetbe, számos alkalommal kértük, hogy a kiesett munkabérek 80%-át, mint hogy az Unióban, amit ugye a kormány előszeretettel szid, az Unió számos országában biztosítják a munkabérek 80%-át, ahogy elvesztették az emberek a munkájukat. Ezt meg kellene adni, de sajnos ehelyett másra fordítják. Amennyiben minimális akarat lenne, hogy ne csak oda, ne csak a focira, a Bozsik stadion 5 milliárdra lett tervezve, most 17 milliárdnál tartunk. Azért ebből sok iskolát lehetne felújítani, meg sok utat lehetne építeni itt vidéken. Igen, hát van egy kormányprogram, ami igyekszik a vidéki Magyarország helyzetén segíteni, ilyen pályázati rendszerben működik ez, és hát úgy általában 6-8-10 millió forint jut egy-egy falura. Ön ezt valós segítségnek találja, vagy ez is inkább ilyen kirakat politika? Most ha azt mondom, hogy nem, akkor azt mondják, hogy a fejlesztés ellen vagyok. Isten őriz. Tehát minden, ha valaki kap egy falubuszt, az nagy segítség. Minden apró segítség jól jön. Ugyanakkor viszont ennél sokkal többre van szükség. Az önkormányzatok elvesztették bevételi forrásuk egy jelentős részét. A kormányzattól, aki egyébként ugye mindezt elvette tőlük, most sokkal nagyobb segítségre van szükség. Ebből a 8-9-10 millió forintból nem tud az önkormányzat felújítani önkormányzati utat. Az önkormányzati utakon túl, és én ezt nagyon fontosnak, kardinális kérdésnek tartom Gyöngyösen is, Gyöngyös környékén is, de a Mátra másik oldalán meg még inkább, hogy az útfejlesztésre kiemelt szempontként kell figyelni, külön prioritás kell, hogy ez élvezzen. Már csak azért is, mert amíg megfelelő minőségi úton nem tudja megközelíteni egy nagy vállalkozó, egy nagy vállalkozás azt az adott települést, addig ott komoly fejlesztés nem lesz. Tehát az alapok hiányoznak jelenleg. Ebbe az irányba kell vinni. Ez a 8-9-10 millió forint, ez nagyon jó. És biztos, hogy segítséget nyújt, de azért ezt még sikerpropagandaként azért nem nagyon lehetne tálalni, én azt gondolom. Ha a választókörzetet nézzük, akkor hol a legrosszabb a helyzet? Gondolom azért nem Gyöngyösön, mert itt talán az iparosodás az olyan mértékű, hogy adóbevételek és a munkahelyek is viszonylag vannak, de hát a Mátra túloldalán milyen a helyzet? Tehát az előbb az úttal fejeztem be, ez pontosan megmutatja. Tehát Gyöngyös ugye az autópálya mellett van, tehát ez lehetőséget ad arra, hogy az áru gyorsan megérkezzen, gyorsan tudjon távozni is. Ezért vannak nagy cégek, nagy vállalkozások. A Mátra másik oldalán ez nincs meg. Talán nyugodtan mondhatom, hogy több évtizede tervezve van a Bátony-Terenyét Ózdal összekötő 23-as, 25-ös útnak a négysávossá tétele. Ez később úgy módosult, hogy lesznek benne gyorsító sávok, most útfelújításnál tartunk. Ez is fontos.
mert arra az útra nagyon ráfér. Viszont nem kapcsolja be ezáltal igazán a gazdasági vérkeringésbe azt a térséget, és nem adja meg a lehetőséget annak a térségnek, mint mondjuk Gyöngyösnek megvan adva, hogy komoly cégek is megtelepedjenek. A Mátra másik oldala, hogy mondjam, teljesen más problémákkal küzd, sokkal nagyobb a, jelentősen nagyobb a munkanélküliség, mint mondjuk Gyöngyösen és Gyöngyös környékén. Ezért is mondtam talán az elején, hogy az 56 település, ami nagyon sok, és nagyon szerteágazó, nem csak a település, hanem a településeket jellemző probléma. Minden településsel külön kell foglalkozni, mondhatni. Hát nem sok időnk maradt, pár perc, még lenne egy pár kérdésem, úgyhogy gyorsan fussunk ezeken keresztül. Hát ön végülis megyei politikus, ugye, mert a Jobbik listájáról jutott a parlamentben, és a kérdésem is a megyét érinti. Meglepő, hogy az Egri Eszterházy Károly Egyetem végülis nem alapítványi, hanem egyházi fenntartásba kerül. Erről mi az ön véleménye? Az egyedüli egyetem, a mai szavazólistán lévő egyetemek közül, ami egyházi fenntartásba kerül. Én amennyiben egy szerkezetváltásról van szó, struktúraváltásról van szó, sokkal inkább elfogadhatónak tartom, hogy egyházi fenntartású legyen. Azért nem tudom az egyháznak a véleményét. Tehát az egyház részéről van befogadókészség, és tételezzük fel, hogy érsek úr részéről van. Akkor ezt én egy jó megoldásnak tartom, de a legjobbnak azt tartanám, hogyha minden állami fenntartásban lenne, a kormány felelőssége lenne, a kormány kompetenciája lenne ezeknek a fenntartása, és nem szerveznék ki ezt különböző szegmensekbe, különböző magánalapítványokba, mert teljesen ellenőrizhetetlen lesz az egész. Említette még a műsor előtt, hogy ezen a héten egy öt napos parlamenti ülésszak van, és még a hátralévő napokban is lesz önnek felszólalásai. Mik lesznek ezek? Holnapi nap fogunk szavazni, inkább ezzel kezdeném. Holnapi nap fogunk szavazni egy nagyon fontos kérdés, ez pedig a rokkantság, a rokkant nyugdíjasok kérdése. 2012-ben az Alkotmánybíróság által és alkotmányellenes körülmények között megszüntette több százezer rokkantsági ellátást szüntetett meg a kormány. 2018-ban azt mondta, hogy 2019-ig ad haladékot az Alkotmánybíróság, hogy ezt rendezze a kormány. Hát 2 év eltelt azóta is, de most terítéken van. Nem megfelelő módon viszont. Az a gondom egy picit, hogy ezt csak hosszabban tudnám elmondani. És csak olyan két perc. Jó, akkor talán abba bele fog férni. 500 ezer forint egyszeri juttatást kap az a rokkantsági ellátásban részesülő, aki egyébként 2012-ben elvették a rokkantsági ellátását, illetve alacsonyabb százaléki fokozatban tették, aki jövő március 31-ig lemond arról, hogy további követelése nincs. Na most arról mondatják le az embereket, hogy visszamenőlegesen esetleg egy felülvizsgálatot követően megkaphassák azt a kompenzációt, ami 9 év, majdnem 10 éven keresztül járt volna nekik. Na most a véleményünk nekünk erről az, hogy az 500 000 forintos plusz juttatás jár az embereknek. Járjon az embereknek, ugyanakkor ez még kevés. Ez még kevés, tehát járjon mindaz, ami egyébként őket megilletné 2012-ig visszamenőleg. És talán azzal mutatok legjobban rá a kormányzati álláspontra, amit a vezérszónokuk 2 hete mondott, hogy abban az esetben, ha egy sofőr elveszti egy balesetben mindkét lábát, akkor egészségkárosodást szenvedett, mert nem tud sofőrként dolgozni, pedig a lábával kereste a pénzt. Ez így van. Ha viszont egy közgazdász veszíti el mindkét lábát, és mivel ő nem a lábával, hanem a fejével keresi a pénzét egy akadálymentesített irodában, ő nem szenvedett egészségkárosodást. Tehát azért ez, nem is tudom, hogy mondjam, hogy nehezen értelmezhető, nem, ez egy nonsens, ez a fajta hozzáállás. Ez lesz a holnapi nap legkardinálisabb kérdése, és utána egy sajtótájékoztató keretén belül az összenenzék bemutatja majd, és elmondja majd azt egyébként, hogy milyen lépéseket kíván még ebben az ügyben tenni a rokkantsági rendszer kárvallottjai számára. Kezdjük, fejezzük be végül is azzal, amivel elkezdtük, nevezetesen az előválasztással. Van-e olyan forgatókönyvük, hogy esetleg elhúzódik a járványhelyzet, és akár még szeptember-októberben sem lehet megtartani az előválasztást? Gondoltak-e erre, hogy
esetleg nem lesz előválasztás. Mindenen gondolkodik az ember, mert sajnos egy olyan helyzetben vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Nem tudjuk, hogy mit hoz a nyár, mit hoz a járvány, és mit hoz a kormány. Hát igen, mert kormányzati döntés a veszélyhelyzet meghosszabbítása. Jövőbeni meghosszabbítása újra 3 hónappal. Hát én kívánom, hogy azért tartsák meg, és legyen egy olyan versengés, amelyből a legjobb. Egy egészséges versenynek én azt gondolom tovább helye van, és ez az egész körzetet és az egész a körzet minden településének minden lakosát pozitívan érinteni és szolgálna. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője volt műsorunk első részének vendége. Maradjanak velünk, hamarosan, rövid reklámszünet után folytatjuk műsorunkat.